keresel itt? Már gazdagodtál. Tartozol nekem. Január 25-én mutatják be a mozikban a Hentes, a K***a és a Félszemű című filmet, amely az 1920-as évek Magyarországára kalauzol el minket, az idézőjeles boldog békeidőkbe, de a filmben kiderül, hogy ez az időszak se nem volt boldog, se nem békés. Érzelmeket felkavarni igazából ez a célom. Én azt szerettem volna, egy olyan labirintusba érjen a néző, ahol ha azt gondolja, hogy most akkor jobbra fordul, kijut belőle, de igazából ott fal van. Mi ez a jel? Gondolom, sokan játszott, sokan dobták be azt a poént, hogy olyat alakítottál a filmbe, te is így érzed? Nem, ez csak te dobtad be, ezt még nem hallottam. Nekünk mindig az idő, amit eltöltünk egy munkával, tudod, az a nagy élmény. És akkor utána ezt az emberek így tényleg szeretik, mert most úgy érzem, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ma, meg tegnap. Az meg mindig így a bónusz tulajdonképpen. De tényleg van olyan film, szóval nekem volt olyan film, amit így nem szerettem forgatni, és akkor ilyen sikeres volt. De igaziból, ha te nem szeretett forgatni, akkor a siker se olyan érdekes. Vagy volt olyan film, amit én nagyon szerettem, és abszolút nem érdekelt senkit. De akkor is az az idő, amit az ember eltölt a munkával, az a fontos. Extra klasszis ez a nő. Aztán milyen ember ez a maga Kudelkája? Ő itt a király. Ezek az alakok, például Kudelka is, hordoz magában valami 19. századit is, hiszen ő valamikor még a századforduló táján, vagy még azelőtt születhetett, tehát ő átélt sok mindent már a magyar történelemben. Minden esetre megtestesülése egyfajta földbirtokos, vagy birtokos státuszú fickónak, akik abban az időszakban jellegzetes karaktere volt a magyar történelemnek. És ugye a magyar történelemben, ha úgy végigköveti az ember mondjuk az elmúlt másfél évszázadot, ez az úr-cseléd viszony, ez a földbirtokos jobbágy viszony, ez a függőségi rendszer, ez végigkövethető. Úgyhogy tulajdonképpen ennek egyik igazi reprezentatív alakja ez a Kudelka Ferenc. Mennyire érezte negatívnak ezt a szerepet? Hát ebben a történetben kevés szerethető alak van, az biztos. Nekem nincs semmi, csak az a nő. Minden eladó. 80 000. Az életeddel játszol, Kudelka. Ugye a Schwarz Mici a filmben küzdött az ő szabadságáért, vagy próbál egy... Ugye úgy kezdődik, hogy ő befejezi ezt a k***ságot, és eldönti, hogy egy új életet kezd, vagy hát egy új halált, vagy valamit, szóval hogy valami legyen már más, ez ne legyen tovább. Itt három olyan szereplő van, aki azért nagyon szeretne kitörni, romantikusan mondva, a saját önbörtönéből, tehát hogy azért itt van egy prosti, ugye, aki szeretne szűzlány lenni, van egy főhadnagy, akinek adnak egy stukkert a filmen, hogy lője agyon magát, de megment egy életet, tehát hogy ő is szeretne jobb lenni, és hát van egy gazda, egy ilyen oligarha. Természetesen a világon elfoglalt státusz, a helyzete ennek a Kudelkának, az egy magabiztos, hatalmi tudatában levő, vágyai elérésében korlátokat nem ismerő, erőteljes fickó. De az a gyönyörű az emberi természetben, a teremtésben magában, hogy bárki bármilyen magaslatokig jusson is el, bármilyen fantasztikus, kiválasztott helyzetűnek érezheti magát. Az ember bizonyos helyzetekben, mert ő is emberből van, kiszolgáltatottá válik. És az egyik ilyen dolog, aminek az ember kiszolgáltatottja lehet, a szerelem. Én nagyon szeretem a Gézát, én szeretek vele beszélni is, én úgy szeretem, hogy ő olyan nyugodt, stabil ember, tudod, ahogy a világ dolgait így szemléli.
meg hát egy csodálatos színész, szóval tényleg ez olyan, amit ő most elmondott, ez tényleg így van, tehát ilyen tök nyugis csávó, és akkor egy perc alatt átalakul egy ilyen állat. Ez a függőség, ez jellemez, első világháború előtti, első világháború alatti, két háború közötti, háború utáni, hiába pusztították el a második világháború után a nagy birtokrendszert, jöttek az új urak, és a szolgák ugyanott maradtak, ahol voltak, és ez ugyanúgy ment tovább, és hát itt vagyunk 2017-ben, és most ismét nagybirtokrendszer kialakult, ezt látjuk, és ismét vannak agrárproletárok, akik majd mehetnek dolgozni a nagybirtokosokhoz napszámba és fillérekért. A mindenki megy éjszaka. 10 000. 100 000.